Milyen alkalomból készül a cipőputcolás? Mi a célja? Ezt minden évben megismételjük, már lassan a negyedik éve. Mikulás előtti napon szoktuk megtartani, mert ugye ehhez az ünnephez kapcsolódik szorosan. Gyerekkoromban nekem is minden Mikulás előtti este meg kellett pucolni, és ki kellett fényesíteni a bakancsocskámat ahhoz, hogy legalább egy virgácsra esélyem legyen a Mikulástól. És ki kellett tenni vagy az ajtóba, vagy az ablakba szoktuk néha tenni. És akkor innen jött ez az ötlet, hogy az Erdély Kézműves címán évek óta szervezi a kézműves vásárokat itt a Matyás utcában, és akkor ez ugye egy régi urbánus mesterség lévén, akkor ezt próbáltuk feleleveníteni. Új módon, hogy a begyűlt pénzt azt a Máltai segélyszolgálaton keresztül ajánljuk fel a Máltai által működtetett speciális óvoda részére. Ja, másikat kérem szépen. És akkor ezt egy éjszaka alatt tulajdonképpen YouTube-ról megtanultuk a csinyát, mindent, hogy hogyan is kell. Ezt, igen, igen, tessék, igen, igen, ide le lehet tenni bárhova őket, és akkor innen, aki jön és felpróbálja, és ami jó neki, ezt el tudja vinni. Igen, hát nem, mert el szokott kelni, a tavaly is elkelt, tehát 2-3 nap alatt elkelt. Igen, kérem szépen, ide a sarokra le lehet szépen tenni, ami olyan van. És nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Akkor igen, itt elhangzott az is, hogy használt cipőket igen, itt is le lehet adni. Nagyon kedves nénit, aki hozott is, vagy hoz is cipőket. Tehát itt tulajdonképpen átvesszük a bárkinek a fölösleges, de jó minőségi használható cipőjét, és ugyaninnen, akinek szüksége van cipőre, és olyat talál, ami méretben is jó neki, illetve megfelel, mindenféle szempontból azt innen nyugodtan elviheti. Maga a cipőkutolás az csak ma zajlik, egészen 5 óráig. Hány óráig? Körülbelül 5 óráig sötétedésig. Viszont a cipőket itt valamelyik standról, a Mátyás házzal szemben is standról el lehet venni az elkövetkező napokban is. Egészen addig, amíg elfogynak azokat.